Első magyarként indulhatott az 1688 kilométeres, 1973 óta évente rendezett alaszkai kutya szánhúzó versenyen. Az Iditarodon Balog Otto, aki a 17 kilométeres nyitó szakasz után vírusfertőzés miatt kénytelen volt feladni a viatalt, amelyen a műfaj királyának segítségével indult. Hát jöjjön az élménybe szalonoló Otto, itt van velünk, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Na, hát először nézzük azt, Otto, hogy igazából ez a verseny, ez az Iditarod, ez hányszor nagyobb feladat minden másnál, ami ebben a műfajban létezik, amit előtte kvalifikáción kipróbáltál, elég-e úgy számolnom, hogy annyi valamennyivel hosszabb? Hát 3,5-szer hosszabb, mint azok a kvalifikációs versenyek, amiből én megcsináltam 5-öt. Nyilván a lelki-testi lemorzsolódás ennek megfelelően erőteljesebb. Ugyanakkor ez a verseny nyilván a csúcspontja az alaszkai és a világ kutyaszán versenyzésének, egyrészt a média figyelem miatt, másrészt a versenytársak miatt és a tradíció miatt. Na most milyen energiákat fektettél bele, hiszen azért ez nem úgy történik, hogy az ember elutazik a verseny előtt egy héttel, és akkor ott megkapja a váltott kutyákat, és csak oda kell ülni, és azt mondani, hogy go. Szóval, hogy mennyi nap, mennyi energia ment bele ebbe a versenyzésbe? Hát jól fogtad meg a lényeget, mert más extrém sportokkal szemben, vagy más sportokkal, ahol az ember kényelmesebben készülhet itthon, ez minden szezon egy nagyon komoly féléves elköteleződés. Ez azt jelenti, hogy nem elég, ahogy mondtad, a versenyre kimenni a verseny 8-10-12 napjára, hanem előtte már egy teljes telet, ami Alaszkában ugye egy fél év. Két ilyen telet húztam le, a tavalyi évet három versennyel, és a kvalifikációval, a tavalyi telet. Az idei télen pedig két versenyem volt ezt megelőzően, és ugye az Iditarod a harmadik. Szintén egy fél éves periódusról beszélünk, és minden, ami ezzel jár, tehát nem csak a pénzbeli befektetés, hanem az érzelmi, a munka, és hát hozzáteszem a rengeteg szenvedés, ami ehhez kapcsolatos, hiszen ez közel 100 éjszakát jelent az alaszkai vadonban, ennek minden szépségével és szenvedésével együtt. Igen, az északi fénnyel együtt és a fájdalmas idegekkel együtt ugyanúgy. Ennek a fél évnek a mindennapjai, tehát most ez a második alkalom, amikor felkészültél, ez hogyan nézett ki? Lényegében te ugye a műfaj királyának, nem tudom, mentorálása mellett az ő farmján, az ő általa tenyésztett kutyákkal vágtál ebbe bele. Ez azt jelenti, hogy az ő irányításával készültél fel? Igen, az ő mentorálásával, őtőle tanultam tulajdonképpen ezt az egész műfajt. Ahogy ő is mondta valószínűleg, hogy az az ember voltam, aki a legkevesebb előélettel sikerült kvalifikálnia magát az Iditarodra, és ehhez nyilván kellett egy nagyon jó edző, ami az ő személyében megvolt. Bocsáss meg, ilyen formán Dallas Evie kíváncsi volt rád, hogy ki az a magyar a világ végéről, aki ilyen kicsi előélettel itt van közöttünk? Nyilván volt egy ismerkedő beszélgetés, több Skype beszélgetés, ahol leszögeztük azokat a részleteket, ahol én is teljesen őszintén elmondtam, nem vetítettem és nem kerekítettem fel azt, hogy milyen előélettel rendelkezem. Úgy látszik, Dallas is szerette a kihívásokat, mert azt mondta, hogy bizonyos feltételekkel bele tudunk vágni. Ezek egyike volt az, hogy én ugyanazt az edzésmunkát kellett ebbe a kétszer fél évbe elvégezzem, amit ő. Tehát ez azt jelentette, ugye ő nagyon keményen készül, hogy minden edzés egy versenyszimuláció, nem így a hátsó udvarból indulunk és odaérkezünk estére és szépen lepihenünk, hanem nagyon sok edzés kint kempingeléssel történik, kint táborozással, ami azt jelenti, hogy kint alvás, kint etetése és kezelése a kutyáknak. Te végig így edzőpartner voltál ezekben a hónapokban. Így van. Aztán nyilván az edzésmunkánk már elvált ebben a másik fél évben, és akkor többnyire egyedül mentem, akkor már meg is bízott bennem, hogy egyedül tudom kezelni a kutyákat. Tehát ezt a telet, ezt nagyjából egyedül a kutyákkal csináltam végig, nyilván megbeszélve minden edzés szakaszt, hogy mit csinálunk, mennyit csinálunk, de aztán egyedül jártam a vadont. Na most aztán jött a verseny, jött a 17 kilométeres bevezető szakasz, ez a parádézás, és aztán jött volna maga a viadal, de mi történt? Hát már a ceremoniális start előtt, ami Anchorage-ban van, már azelőtt 12 nappal lázosan ágynak estem,
ekkor még abban reménykedtem, hogy oké, ez a legrosszabb influenza esetén is 6-7 nap alatt elmúlik, és simán felépülök a startra. Sajnos egy olyan kombináció volt, hogy vírus is és baktérium is, legalábbis a legutolsó eredményeim szerint még mindig nincs meg minden véreredménye, aminek az lett az eredménye, hogy ez nem 6-7 napig tartott, hanem én a ceremoniális starton úgy indultam el, hogy 12 nap láz után begyógyszerezve, igazából azok az interjúk is már mind begyógyszerezve történtek, és ilyenkor mindig összedrótoztam valahogy magam, ugyanúgy, mint a ceremoniális start 17 kilométerére. Ezt egy ilyen végső határidő, egy utolsó utáni határidőnek fogtam fel, ennél már hamarabb fel kellett volna épüljek, hogy ténylegesen el tudjak jó eséllyel indulni a valós időmérős versenyen. Ez nem jött össze, a ceremoniális startot pedig azt mondtam, mindenképp meg akarom csinálni, hiszen volt egy New Orleans-i magyar kislány, aki befizetett a szára, ugye minden versenyzőnek ilyenkor a szárnyát kiadják, karitatív lett az irritálódott segítő célokra, vele már leveleztünk, nagyon várta, ez is egy ok volt, hogy azt mondtam, hogy ezt mindenképpen megcsinálom. Egy kicsit főpróbának is fogtam fel, és azt mondtam, hogy hát ha ez láthatóan nem fog menni a 17 kilométer, akkor kár tovább ebben gondolkozni, és hát kb. Mint egy 12 napja lázas beteg, akinek 112 a pulzusa ülve nyugalmi helyzetbe, tehát ez így is sikerült, tehát a 17 kilométert valahogy megcsináltam, de éreztem, hogy... Tehát az ember azt gondol, hogy abban a fagyban se vírus, se baktérium, erre fel, dehogy nem. Meglepő is volt számomra is, és hát teljes mértékben övönalújnak éreztem ezt az egészet, az időzítését. Mindenki, aki sportolt vagy sportoló, azt tudja, hogy ez a legrosszabb, amikor nem a pályán, el lehet bukni a pályán is, de amikor nem a pályán ér egy ilyen ütés, hanem így még azon kívül. Az életet pekje, nem? Ezek szerint nyilván vannak ennél nagyobb szerencsétlenségek az ember életében, de én is úgy fogalmazom, hogy ekkora időzítéssel, ekkora bal szerencse talán még nem történt velem. Na most mennyit buktál ezen a kalandon? Én most nem is elsősorban anyagilag kérdezem ezt, hanem befektetett energia, és főként az ambíciók. Tehát, hogy ezek után sok minden megfordul az ember fejébe, csak azért is megint bele kell vágni, vagy soha többet nem akarom ezt. Szóval, hogy nálad milyen lelki állapot van most? Igen, tehát azért hozzáteszem, hogy az anyagi finanszírozása is ez saját forrásból történt, tehát nyilván ez a kérdés is súlyos, hogy itt mennyit. Nyilván azért értékelem az egész kalandot egybe, és próbálom nem csak ezt a részt látni, ami nyilván nem pozitív, hanem... Jó, hát 10 milliókról beszélünk egyébként, igaz? A befektetés az egy ekkora nagyságrend, igen. Próbálom azt nézni, hogy azért ez egy óriási kaland volt így is, az 5 sikeres versennyel külön díjat nyertem, az alaszkai indián őslakosok külön díját a egyik legutolsó versenyemen, tehát azért volt sok pozitív élmény is, mindennek ellenére azért a fő cél az ez lett volna. Nagyon sok érzelmi befektetés, mint egy álomba, tehát mindikor egy álomba valamit beleteszel, utána azért így darabokba szeded össze magadat a padlón, amikor ez ilyen módon nem valósul meg, ilyen módon mondjuk egy baránhéjon csúszol el előtte. Ennek ellenére össze kell szedni magunkat, mert az élet az megy tovább. Döntést szándékosan nem hoztam még erről, mert ahogy mondtad, ilyenkor nagyon hajlamos az ember dacból, egóból, kompenzásba azt mondani, hogy én csak azért is, stb. A lehetőségem megvan, mert a kvalifikációm feljogosít erre a következő évek bármelyikében. A szerződésem lejárt Dallas-szal, és következő versenyző van, akivel leszerződött utóma. Tehát nyilván itt most minden bonyolultabb, kivárok egy kis időt, de nem mondtam le erről az álomról. Na most a verseny most is zajlik. Így van. Tulajdonképpen az még ott is lehetnél, de ezek szerint akkor a betegség miatt is minél gyorsabban hazatértél. Azért értem haza, mert az amerikai orvoslás és az ottani egészségügy bármilyen meglepő, de szörnyű, tehát lassú és szinte a kommunikáció működik, hogy minél hamarabb ide akartam a saját orvosaimhoz jönni. De természetesen követem a versenyt, és az oldalamon tudósítok is. Volt is olyan célom, hogy igazából 3 könyvet írok a kalandról, egyet a versenyről magáról, nyilván belsősként szerettem volna, ez mivel nem indultam el, ez most már így keresztbe húzódott. Azon kívül készül egy 12 hónap alaszkai versenyzésemről egy, és egy vezetőképzőkönyv, ahol az üzleti életben és a kutyaszállózásban való vezetést hasonlítom össze közös alapelvek mentén. A,
A verseny zajlik, nagyon izgalmas, azt hiszem, hogy az elmúlt... Most néztem, hogy ilyen négy nap után, tehát nagyjából ugye a felénél vagyunk elvileg, vagy talán még ott nem. Most már a végén vagyunk a versenynek, tehát ez most már nyolcadik nap körül van, ha jól számolom, 6-án indult el, és azt hiszem 14-e van, vagy 13-a, 14-e? 14, igen. Tehát a 8. nap a legvégén vagyunk a versenynek, és minden idők egyik legizgalmasabb top 5-ös befutóját várjuk. Azt hiszem, hogy azt már lehet látni, hogyha nem történik nagy csoda, hogy ki fog nyerni, de a második és az 5. hely között nagyon izgalmas helyezések lesznek. És ott az élen meg úgy látom valami családi harc folyik, igaz? Az élen egy családi harc folyik, mint az elmúlt években mindig is Mitch Seavey és Dallas Seavey között dőlt el, többnyire Dallas javára az elmúlt években. Ehhez képest most úgy tűnik, hogy a birodalom visszavág, és igen, Mitch vezet. Az édesapa eléggé leiskolázta a mezőnyt, a Dallas saját szavaival is, ennél csúnyábban mondta, de tény, hogy ebben a versenyben olyat húzott a Mitch, amit sporttörténeti újdonság. Ezt röviden azzal tudnám összefoglalni, hogy eddig az volt a bejáratott és az volt a köztudomású, hogy 1000 mérföldet nem lehet vágtázni. Tehát most egy lót képzeljünk el, hogy vágtázik vagy üget. Tehát ennek vannak szakkifejezései, de a kutya is tud ilyet, és ezt ügetésben lehetett megcsinálni az időtartamot, az 1000 mérföldes hosszú távot. Na most a Mitch valami olyan edzésmódszert dolgozhatott ki, vagy a kutyáit úgy komandírozta, hogy igazából mindenki meg van döbbenve, mert 6-700 mérföld után szó szerint vágtáznak a kutyái még mindig, és ez nem lehet tartani az iramot még egy olyan sportos versenyzőnek sem, mint Dallas, aki fut mellette, síbotozik, és nagyon gyors egyébként a checkpointoknál is, és hogyha valami nagy csoda nem történik, akkor úgy tűnik, hogy Mitch meg fogja nyerni ezt a versenyt. Még annyit mondj meg a végén, mi lett volna, ha? Hogy érezted függetlenül, ha lehet, hát persze nehéz, de mégiscsak ettől a vírusfertőzéstől, az, amit előtte láttál magadtól, amennyire késznek érezted magadat, mire lehettél volna képes? Van egy ilyen mondás, hogy a sportban nincsen ha, és ebben én is hiszek, de így, ha már megkérdezted, talán nem tűnik nagyképűnek, de azt gondolom, hogy végigcsináltam volna a versenyt. Ezen a verseny, ez úgy minden iditarod nagyon nehéz, de iditarodokat összehasonlítva ez egy könnyűnek tűnik. Eddig még csak 3 versenyző esett ki. Szinte az összes 500 kilométeres versenyemen a mezőny 10-20, akár 30%-a kiesett, mire befejeztem, és jelen pillanatban a mezőnynek a 4%-a esett ki. Tehát ez ilyen szempontból egy pozitív statisztika. És bennem abszolút megvolt az a típusú önbizalom, hogy ezt végig fogom csinálni. Igazából néha még ma is csipkedem magam, hogy ez történt velem, és itt vagyok, nem ott. Hát Otto, minden esetre akkor most jó írást ahhoz, hogy összeszedd a tapasztalatokat, aztán pedig a helyes döntést, ami a legjobb lesz ebben az ügyben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.